Julika! Julika, ott van, mi megint jön! Gyere, szaladjunk! Nem szaladok én, Marika. Nem csináltam semmit. Nem félek muskátnéttől. Gyere, gyere, mert az megver! Nem megyek én. Ha megver, megver. Nem kül szaladni, hé! Ne féljen, nem eszem meg. Én csak figyelmeztetem magát, édes lányom, hogy az én körhintámba be ne tegye többé a lábát, jó? Én ott megtűrök mindent, nekem muszáj, mert ez az üzletem. Én nem nézem úri hölgy vagy utcai, nekem mindegy, csak 5 vasat fizessen. De ha valaki az én körhintámon illetlenül viselkedik, hát az ki lesz tiltva. Ezt nekem mondta. Magának, maga cseléd. Fogdostatja magát a kikiáltóval, nem sül ki a szeme. Mit mondta? Azt hiszi, nem láttam. Miért? Azért, mert én bennülök a hinta közepén a tükörnél? Látok én mindent ám. Igen. Felültek a szarvasra, és az egész menet alatt hagyta magát a Liliumtól fogdosni. Na, szép kis disznó. Nem is fogdosott, mert engem nem fogdoshat senki. Micsoda, oda volt dülve magához az egész menet alatt. Hát oda volt dülve, mert oda dült. Oda dül, ahova akar. Én csak nem mondhatom neki, hogy ne dűljön hozzám, amikor illedelmesen oda dül. Nem is nyúlt hozzám. Átfogta a derekát. Átfogta a derekamat, másnak is átfogta. Azt a Liliumtól megszoktuk. Igen? Na jó, hát majd én leszoktatom róla, édes lányom. Mert az én körhintámon nem lesz fogdosás. Érti? Ha szerelmeskedni akar, akkor menjen az állóhelyre. A Barokaldi cirkuszhoz. Ott még katonát is kapna. Csak azt akarom mondani, édes lányom. Tudja, csak azért, mert jobb ez így, nem? Mert aztán oda találja dugni az órát, hát én úgy hátba vágom, édes lányom, de úgy, hogy megnémult tőle. Nem hagyom a licencemet elvenni a rendőrségtől, mert azt ott is tudják, hogy az én körhintámon nincs erkölcstelenség. Ezt mind akár ne is mondta volna. Mert ha nekem kedvem szottyan fölülni a maga hintájára, megfizetem a menetet és fölülök. És szeretném látni, hogy hozzám nyúl valaki. Na hát, gyűjjön, fiam, holnap. Na csak gyűjjön, aztán próbálja meg. Majd lelöki a Liliom, mert azt tudja, hogy kell elbánni a mindenesekkel. Hogy engem lelök a Liliom? Le, édes lányom, hogy azt se tudja, honnan gyűjt. Hogy engem... Már megint ezzel a lányom van baja muskázni. Mit csinál ez itt? Hát azt csinálja, hogy jár a szája, még neki áll följebb. Ki lett lökve a körhintáról, na. És nézze meg magának ezt a cselédet, Liliom. Jól nézze meg magának ezt a hölgyet. Na. Ez ki van tiltva az én körhintámról. Hát, ez mi, mit csinál? Liliom úr, tessék most megmondani igaz lelkére. Lelök engem, ha fölülök a hintájára. Lelöki? Nem magát kérdezték. Tessék megmondani Liliom úr szemtől szembe. Lelök engem? Lelöklek én, fiam, ha tudom miért. Ha nem tudom, hát már miért löknélek le? Na lássa! Köszönöm a jóságát, Liliom úr. Hallotta, hogy mit mondtam? Ha ez a cseléd oda meri tenni a lábát, ki lesz dobva? Értette? Na! Nem tűrök fogdosást az intézetemben. Micsoda fogdosást? Láttam jól, ne adja a bankot. Hogy maga átfogta a derekamat. Én? Igen, igen, láttam. Ne féljen, láttam. Miért? Hát aztán nem szabad átfogni a lányok derekát. Majd magához megyek engedélyre, valakinek át akarom fogni a derekát. Na, jó, 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 hát magának szabad. Na, tehet, amit akar. Én tőlem elmehet vele aludni is. De neki nem szabad. Most mit akar ettől, muskátné nagyság? Erre a véznára mászik rá. Amire én megfogtam. Gyere, lányom, a hintára, amikor akarsz. Azért is gyere oda minden délután. Ülj fel a legszebb szarvasra. Ha nincs pénzed, majd a Liliom fizeti a menetet. És ha valaki hozzád mell nyúlni, hát a Liliom majd megmutatja, mi az, amit úgy mondunk, hogy bal kézzel s régen a tüdőre egy mejpor köhögés ellen. Miért? Hát te azt hiszed, hogy téged nem lehet kidobni. Miért, amért te vagy a legjobb csalogatóval igedve? Igen? Hát akkor már ki is vagy dobva, édes fiam. Már el is vagy bocsátva. Rendben van. Na nézd, 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 már megint adod a bankot. Jaj, a kedvességedre föl. Már megint koromba vagy. No. Tükre akarod tenni az üzletet. Na, nem vagy kidobva. Jó? Csak ez a cseléd, ez. Kérjen bocsánatot ettől. Mi? Hát ide figyelj.
Hát, ha nekem adod a bazilikát. Hát, ha nekem adod a láncidat. Hát, ha az öreg Rothschild tányéron hozza ide az egész pénzét. Hát, még akkor is, ha közel jön a hintámhoz. Nem rúgom le úgy, de úgy, hogy hetet bokázzik. Hát, nagysága, kérem. Most aztán tessék szép csöndbe rendbe elmenni innen. Mert én még nem vertem meg hölgyet. Kivéve, mikor özvegy holcerni 3 hétig feküdt bele. De a nagysága most el nem megy innen, és békén nem hagyja ezt a szegény bogarat. Én a nagyságának igazán megmutatom, hogy mi az, amit úgy mondunk, hogy bal kézzel s régen a tüdőre egy mejpor köhögés ellen. Látod, édes fiam, most aztán te se köl lesz nekem többet. Na, Isten áldjon meg, édes fiam. És be se gyere holnap, édes fiam. El vagy bocsátva! Édes fiam! Ne sajnálj, Mari fiam, mert hozzád vágok valamit. És te se sajnálj, te kis cselédbogár. Én nem is sajnáltam, Lilió. De sajnálsz, látom az orrodon. Na, vihász, te is kaphatsz valamit. Tudom, képet vágsz, mintha Lilió most elmehetne koldulni, mert a nagyságos muskátné özvegyné kidobta. Úgy néz rám, bogár, hogy engem a legelőkelőbb körhintások már kidobtak. Nekem jöhet a muskátné imponálni, az nekem fiatal. De hát, most mit fog csinálni, Lilium? Most, fiam, iszok egy sört. Azt tanul meg, fiam, minden ijegységre egy sör. Hát lássa, mégis megijedt. De csak a sörér, fiam. Hát most már... Mi az, hogy most már? Hát most már maradjon velünk, Lilium úr. Mi fizeted a sört, Mari? Hát te bogár. Mennyi pénzed van? 8. Neked? Na, mennyi van? Jó, most már tudom, hát azért nem kell bőgni. Na, maradjatok itt, Lilium, elmegy a körhintához, és elhozza a frakját, meg a lakcilindert, meg mind a 3 fehér neműt. Aztán megyünk a Hungária kertbe. Na, ne félj, én fizetek. Itt várjatok a padon. Miértünk rúgták ki? Mert téged kedvel. Ha? Nem is kedvel. De kedvel. Nekem is van, aki kedvel. Amíg neked nem volt, nem mondtam, de most megmondom. Szívemnek is van szerelme. Hát aztán kicsoda, micsoda? Katona. Milyen katona? Éppen azt nem tudom. Valami katona. Hát hányféle van? Nyisd ki a füled. Csak is egyrű ismerszik meg, ha katona. Ha szalutál. Erő az egyrű. Akkor jó. Micsoda? Azt mondom, akkor jó. Csak mert a húgó, a húgó. Mit csinál? Húgó, úgy hívják húgó. Ez a neve. Minek gúnyulsz? Nem gúnyullak én. De ha azt mondod, hogy húgó, hát akkor muszáj nevetni. Ez a becsületes neve. Húgó. Húgó, katona húgó. Milyen katona? Piros. Nadrágja? Nem. Kabátja? Az se. Hát. Sapkája. Hordár az, fiam, hogy jöjjön rá a frász. Piros sapka az hordár, se kardja, se puskája. De szalutál, te mondtad, erő ismerszik meg. Szalutál is, piros sapkája is van, egész nap a sarkon áll őrségem. És mit csinál? Köpik. Hordár az, fiam, az a rangja. Hát a Liliumnak ugyan mi a rangja? Hát, hogy jut eszedbe a Lilium? Mi közöm hozzá? Nekem sincs a húgóhoz. Minek gúnyulsz a húgóval? Hát én is gúnyulok a Liliummal. Én nem is szóltam hozzá. Ő karolt át a hintán. Nem mondhatom csak neki, hogy ne karoljon, ha már karol. Talán nem is esett jól. Nem. Hát akkor minek nem jössz haza? Mert várod. Hiszen mondta, hogy várjuk. Még mindig itt vagytok. Miért nem mentek még haza? Azt mondta, hogy várjuk. Mindig neked jár a szád, ki kérdezed? Hát kérdezte, hogy... Nem hallgatsz! Mit csinálok én kettővel? Csak az egyiket gondoltam. Az egyik menjen haza. Na, melyik akar itt maradni? Most miért nem beszéltek? Elcsapják ám, ha itt marad. Kit? A Julikát. Csak 7-ig van kimenője. Elcsapnak? El. Hát engem nem csaptak el, mi? De.
Magát is elcsapták. Na látod. Hát elmenjek, Julika. Én nem tudok erre felelni neked, Marika. Hát csak maradj itt, ha akarsz, Julika. Hát, menj csak szépen haza, Marika. Most aztán te is úgy vagy, mint én. Most te se vagy hivatalba. Vacsoráztál már? Nem. Akarsz a sörkertbe jönni vacsorázni? Nem. Hát máshova? Nem. Nem rég jársz a ligetbe. Nem láttalak csak háromszor. Máskor nem voltál? Voltam. De te már láttál engem? Láttam. Tudtad, hogy én vagyok a Lilium? Mondták. Van szeretőd? Nincs. Ne hazudj! Nincs! Mondanám, ha volna. Nem is volt soha. Ennyed a szemtelen vagy, mindjárt itt hagylak. Mégse volt. De volt. Miért mondja, hogy volt? Mert csak úgy egy szóra itt maradtál velem, te rongyos. Már te tudod a járást. Nem tudom a járást, Lilium úr. Hát minek vagy itt? Mert hogy ne hagyjam egyedül. De buta vagy, te bogár. Hát én nekem van, ha köl. Nem csak cseléd, szobalány is, nevelőné is, franciáné is, akár úsz is. Tudom, Lilium úr. Szeretik a nők. Nem is azért ülök itt, csak mert jó volt hozzám. Hát ha csak azért ülsz itt, haza is mehetsz. Most már nem megyek, ha itt maradtam. Ha itt hagylak? Akkor sem megyek, Lilium úr. Tudod, milyen vagy te? Hm? Volt egyszer nekem egy szerető. Na megállj, elmesélem, hogy volt. Egyszer este, mikor eloltottuk a lámpákat a hintán... Most mi lesz, Lilium úr? Semmi, bogár, semmi. Maga maradjon ott. Kicsoda maga? Én? Igen, álljon föl. A rendőrség. Hogy hívják? Závodszky Endre, kapitányok. Na, ne sírj te, lány, ha nem eszünk meg. Ez a razzia. Micsoda maga? Mutatványos. Nagyságos kapitány úr. Ez a Lilium. Ha? Már volt benne egy párszor a kerületben. Ja, te vagy az. Kinél vagy most? Ez egy muskátné körhinta. Miért nem mégy haza? De hát, persze két ülünk evel a lányjal. A szeretőd? Nem. Hát te kicsoda vagy? Zeller Júlia. Cseléd? Mindenes lány, kérem. Nagyságos Kolics hivataloknál államvasúti hivatalnok Damjanics utca 20. Nézze meg a kezét. Igenis. Mutassa. Cseléd ez, kérem, cseléd. Mit ülsz itt ebben a jasszal? Miért nem mégy haza? Kimenőm van, nagyságos úr. Jobban tennéd, ha nem ülnél itt ebben a csirkefogóval. Elveszi a pénzedet. Mi már ismerjük ezt az urat. Az ilyen buta cselédekre utazik, mint te. Elveszi a pénzedet, és aztán majd jössz holnap a kerületbe, de kirúglak. Nekem nincs egy krajcárom se, kérem. Hallod, Lilium? Nem azért ülök vele. Na jó, fogd be a szád, ne feleselj. Felvilágosítlak, lányom, hogy kivel vagy. Ez egy cseléd csábító. A hintánál is azért tartják. Szegény cselédeknek házasságot ígér, és elszedi a pénzt, meg a gyűrűt. Gyűrűm sincs. Na, ne feleselj. Semmi közöm hozzád. Örülj, hogy megmondtam. Apád nem vagyok. Hála Isten. Cseléd csábító, csirkefogó. Majd jössz aztán. Nem kell félni tőle. Eljöhetsz velünk. Titkos rendőr hazakísér. Muszáj menni? Nem muszáj. Hát akkor itt maradok, nagyságos kapitány úr.
De én figyelmeztettelek. Köszönöm a jóságát, nagyságos kapitány. Jöjjön, Berkovics. Igen. Na, és aztán? Mi? Kezdett valamit mesélni. Én kezdtem. Volt egy szeretője. Azt mondta, egyszer este, mikor eloltották a lámpát a hintán, eddig mondta. Igen. Hát, mikor eloltottuk a lámpát a hintán, jött egy lány, nagy kendőbe, és azt oda jött, mond, azért nem félsz itt velem, mert hogy mondta a kapitány, hogy miféle vagyok. Pénzedet elveszem meg. Nem kell azt tőlem elvenni. Mostan nincs, de ha lesz, én odaadom. Mind. Nekem? Ha kéri. Szeretsz? Nem, Lilium úr. Akkor minek ülsz itt velem? Csak ülök. Nem gyűsz velem a táncterembe? Nem. Vigyázok a tisztességem. Minek? Mert nem akarok soha férhez menni. Ha úgy volna, hogy férhez megyek valaha, akkor nem bánnám. Nem vigyáznék az ártatlanságomra, mert akkor úgyis mindegy. De nem még férhez, hát vigyázni kell, hogy az ember tisztességes lány maradjon. És ha én most azt mondanám, elveszlek. Maga? Ugye most megijed? Mert most eszedbe jutott, hogy mit mondott a kapitán, most megijedsz, mi? Nem én, Lilium úr. Tőlem azt mondhat, amit akar. Nem merné hozzám jönni? Feleségnek. Én csak azt tudom, hogyha én szeretek valakit, nem bánom, ha meg is halok. Jönnél ilyen csirkefogóhoz? Már ha szeretnél. Akkor a hóhérhoz is, Lilium. Na és, ha elvenném a pénzed, ha volna? Hát, elvenni. Csak oda kéne menni. A muskátné visszavenne, akkor meg én volna keresetem. Ahhoz ne menjen. Sok akácva van itt. Ahhoz ne menjen. Pedig az egy szóra mindjárt visszamenne. Én tudom. Mert tudom már. Ő is tudja. Most én is érzem. Ez itt mind akácvilág. Fehér akác. A szél hozta erre. Azt mondod, a Lilium megverte a Hózlinger? Megverte. Pedig a Hózlinger sokkal erősebb. Mégis megverte. Úgy fogta meg, hogy megverte. Mert az nem az erőbe van, hanem a fogásba. És elvitték a rendőrök. Hm? Elvitték, de másnap hazajött. Most már 2 hónapja, hogy itt lakunk ennél a ligeti fényképésznél. Már 2-szer vitték el a rendőrök. De nem tudták ám megbüntetni. Miért? Mert igaza van. Na, megjött a Holunder néni a fával. Nekünk hozza. A pofája jár annak a Liliumnak, mindig a pofája jár. Se nem dolgozik, se nem lop. A más szegény ember keserves fájával tüzelnek. Nem sül a bőr az arcáról, egészséges, erős ember. Köszönöm, Holunder néni. Az ilyet kellene eltoloncolni, rongyos csibész, nem a tisztességes munkás. Ki volt az? Ez a fényképész. A Liliumnak valami rokona. Ő adott lakást nekünk itt a bódéba ingyen. És minek hoz fát? Mindent hoz. Ha ő nem hozna,
levegőt ebédelnék. Nagyon jó asszony, csak jár a szája. Már most tudom, hogy a húgó nem katona. Még összegyesz vele? Össze. Elvesz. Feleségnek? Feleségnek. Na látod, hogy nem katona. Most kacérkodok vele. Nagyon kacérkodsz vele? Mondja, hogy menjek a ligetbe, aztán nem megyek a ligetbe. Aztán kendőt ígér, mégse nem megyek. Akkor szépen hazakísér, és nem történik semmi erkölcs. Így kell kacérkodni? Csak így. Tilos, tilos, de szívem joga. Nem veszekedtek soha? Csak amikor érzékiség van. Érzékiség? Igen. Megfogja a kezemet, és úgy sétálunk, aztán lóbálni akarja a kezemet, én meg nem hagyom. Azt mondom, maradhasson. Ő meg azt mondja, miért oly dacos? Megint akarja lóbálni, meg én nem hagyom. Aztán sokáig nem hagyom, addig, amíg egyszer csak hagyom. Akkor lóbáljuk a kezünket, föl-le, föl-le. És ez az érzékiség. Ez is tilos, de szívem joga. Így élsz boldogan. Meg még boldogabban is. A legszebb a szívszerelme. Az is van? Az úgy van, hogy most már háromkor virrad. Hát akkor már megvolt a kacérság is, meg az érzékiség is, szívem joga. Hát elkövetkezik a szívszerelme. A padra ülök, és a húgó fogja a kezemet. Bort nem iszunk, csak piros lemonádét. Hát nem részeg a húgó. Hát a pofáját az arcomhoz támasztja, és hallgatunk. Aztán leragad a szeme, és akkor lecsúszik az arcomról, mert elalszik. De azért fogja a kezemet álmában. És én néztekélek jobbra, balra, és szagulom a virágszagot, mert az is hajnalban van. De ő nem érzi, mert alszik. És én is szeretnék aludni, de nem alszok. Hát csak úgy meg vagyunk ott ketten. És ez a szép szerelme. Ma este elment a Lilium, és még mindig nem jut haza. Itt van 16 krajcár. Villamos nyúlt, oda nyúlt vissza. Kisasszony ér a zenedébe, de gyalog jöttünk. Na, itt van, tedd el. Most már 3 forint 46. Jólicséknál új lány van? Már a harmadik, mióta te elmentél. A húgó hivatalszolga lesz. Egy állami ügyvéd beszerezte, lakást is kap. A körhintához nem megy vissza a Lilium. Kérdezem, miért? Nem mondja. Múlt hétfőn megütött. Visszaütötted? Nem. Minek nem hagyod ott? Nem hagyom ott. Minek nem hagyod ott? Krátyázni azt tud, meg verekedni azt is tud, hogy cselédektől a pénzt elszedni, mert a rendőrség az ilyet eltűri. Itt volt az esztergályos. Szép barna ember, özvegy ember, 2 gyereke van, pénze van, üzletje van. Elviszi a hivatalba és elveszi. Már 5-ször volt itt, 2 gyereke van, ott kint vár. Nem kül. Majd eljön megint, majd ha megint megveri. Mert verekedni azt tud, szép kis asszonyt megbejutni azt tud, a bőhöz nem sül le az altáron, mert a rendőrség az az ilyet tűri. Esztergályos el akar venni téged? El. Minek nem mész hozzá? De ha ver is, melybe is üt. Csak mind azért, mert ő a Lilium. Mert ő a Lilium. Mikor ott ült a padon veled, én néztem, akkor szelíd volt. Szelíd volt. Aztán vad lett. Vad is lett. De mikor ott ültünk, szelíd volt. Most is néha szelíd. Nagyon szelíd. Délután ide hallatszik a verkli. Most sajnálja, akkor szelíd. Mit mond? Nem mond a semmit, csak olyan szép, szelíd. Csúnya nagy szeme van, aztán úgy néz vele. Szemed benéz? Inkább úgy mellé. Én nem tudom nézni, mert ő nem szereti, hogy nem dolgozik. Azért vert meg hétfőn. Mert ő nem dolgozik? Hát az aljas, ha nem dolgozik, azért megvert. Mert bántja. Fájt? Nem. Jó napot! Jó napot! A Lilium itthon van? Nincs. Elment? Még nem jött haza. Akkor megvárom. Látom, tudja, miért jöttem.
Annak a rongyosnak akarok kenyeret adni. Annak nem kell a maga kenyere, Muskátné. Tudod, Marika? Ne feleljen neki, lelkem. Butába még ilyen ostobát nem is láttam. Szerbusz. Elmegyek. Szerbusz, Marika. Nálam kapott minden nap egy koronát. Vasárnap forintot. Sört, szivart fizetett neki a publikum. Inkább éhen hal, mint bocsánatot kér. De nem bánom. Visszaveszem annélkül is. Bevallom, nagyon kérdezik a népek, hogy hova lett. Nekem muszáj nézni, hogy az üzlet menjen. Tőlem éhen is halhat, nem jönnék én utána, ha az üzletben nem volna jó. Na itt van. Hát persze, kivel is jönne a ficsúrral. Az is éppen olyan csirkefogó, csak nagyobb. Maga nekem fiatal Muskátné. Most csak mondhatnád, hogy jó napot, Lilium. Minek az nekem, és minek macerálsz? Nem macerálok. Fogd be a szád. Most mindjárt az jön, hogy az egész éjjel lumpoltam, nincs keresetem, nincs ebéd. Nem mondok én semmit. Na látom az orodról, hogy akarod mondani. Erígy innen, mert megint lesz mejport. Na én megyek, majd odakint várok, jó? Minek jársz ezzel a ficsúrral? Egyszer majd magával visz, amikor lopni megy. Avval járok, akivel akarok. Mit akar? Hát minek volnék itt? Azt hiszed, rongyos, hogy vizitelek nálad. Tartozok valamivel? Tartozol is, de azt én nem számítom. Majd te hozzád jövök pénzért, mi? Mert olyan sok jövedelmed van. Tudod te nagyon jól, hogy minek vagyok itt? Hiszen fölfogadta a Hózlinger. Hát fölfogadtam. Tud az úgy, mint én? Tud, ne fél. Nem is küldöm el. Csak kevés az ember. Kettő is elférne. Sose volt kettő. Mindig én voltam egyedül csalogató. Hát, kidobhatom a Hózlingert. Erre, Gyuli. Kérj a fényképésztő kávé. Megyek már. Hallom, megverted ezt a... Ezt semmi a... köze hozzá. Na, szép kis bátorság, ilyen véznát verni. Ha meguntatod, hagyd ott. De gyönge teremtés nem üt meg az ember. Hagyja, mondta. Kéne? Ha van ezed, visszajössz. Na, jól megfizetek. Hát hiszen tele van úgy. Tele van, tele van. De az nem az igazi. Csak éppen mondja meg, hogy én hiányzok. Nekem? Nekem nem hiányzol, de hát a cselédek, azok buknak rád, kérdezik. Ha van ezed, visszajössz. Új verklit vettem. Tudom. Honnan tudod? Ide hallatszik. Jó, mi? Jó. Nagyon jó, olyan jól vágja. Az, jó fordul rá a hinta. 4 új tükör is van rajta. Meg kidobtam azt a 2 fekete lovat, aminek a füle már úgyis le volt törve. És mi van helyette? Na, talált ki. Zebra? Nem. Automobil. Automobil? Az. Olyan fújóval. Nálam van az első. Szép piros automobil. Mind abba akar ülni, mert fújója van. Aha. Aztán nyomják, járatják. Divatban van. Ha van eszed, visszajössz. Egyet, minek rágod itt magad? De hogy hagyjam itt ezt a kis... Hagyjam, mi az annak? Majd visszamegy szolgálni. Rongyos kis bogár. Sör, Virginia. 1 korona hétköznap. 2 vasárnap. Meg vettem én már neked órát is. Nem olyan lesz, hogy visszamenne szolgálni. Hogyan? Ne félj, nem iszik gyufát, hiszen ha mind gyufát innának. Szóval nem kell a publikumnak a Hózlinger. Tudod, te rongyos, te, tudod nagyon jól. Jó, szép, könnyű élet, csupa jó, szép lányok, meg sör, meg szivar, meg muzsika, meg jó, szép, könnyű élet. Meg megboldogult férjem gyűrűjét is neked adom. Na, mit akarsz? Még? Ha?
Tudom ám én magam mit akar. Mencegni azt tud. Hát nekem adja a gyűrűt. Neked. Itt a kávé a Lilium. Lilium. Na. Nehogy elfelejtsem, majd aztán mondok valamit. Jó. Mert azt meg akarom mondani, már tegnap akarom. Jó, jó. De négy szem közt, gyere be egy kicsit, megmondom. Most dolgom van, látod. Csak egy percig tart az egész. Te erígy, mert... Na, hadd mondom meg. Nem takaros, mindjárt mondom. Nem. Micsoda? Te! Ne kezdj itt, ne kezdj itt. Én majd kimegyek addig a fényképészhez. Aztán visszajövök a válaszért, jó? Nem bánom, ha meg is ütsz. Ne nézz így rám, mert nem ijedek meg tőled. Én most nem ijedek meg senkitől. Én azt mondtam, hogy mondani akarok neked valamit. Na, ki veled-e hamar? Azt nem lehet hamar. Mi nem iszod meg a kávét? Ezt akarod mondani? Nem. Itt ki, addig majd megmondom. Na. Hát, hogy kérdezted tegnap, hogy a fejem fájt. Igen. Na, hát ez. Beteg vagy? Nem. Csak hogy kérdezted, hogy a fejem fájt. És hogy mondtad, hogy másféle kedvem van. Azt is mondtam. Talán az esztergályos. De hogy az esztergályos. Csak azt nehezen tudom megmondani, de neked azt tudni kell. Én nem ijedtem meg tőle, mert annak úgy kell lenni. Mi? Ha az ember férfival van. Igen. Én nekem gyerekem lesz. Láttam, kiment. Igen. Na, itt van. Adok neked 10 koronát előlegbe. Igen. Na, miért nem veszed el? Menj el haza, Muskátné. Menj te! Mi van veled? Menjen haza, nagysága. Hagyjon engem reggelizni. Nem látja, hogy reggelizek? Bolond vagy te. Nem mész. Többi az életben, Muskátnét nem látod. Hát nem látom. Isten áldjon meg! Isten áldja meg. Ficsú! Mit akarsz? Na. Hát hogy... Hogy mondtad, hogy... pénz lehetne a bőrgyári pénztárnak? Hát bizony, de... akkor csak úgy, hogy együtt. Igen. Jó, na, erígy ki, majd aztán gyere vissza. Holunder néni! Holunder néni! A Julinak gyereke lesz! Én nekem gyerekem lesz. Harmadik strufli. Vigyázz, vigyázz, te Jáninke, vas gyerek a Bérci. Még nem. Vas gyerek a Bérci. Ez az. Bekaszliznak a jerglibe, sírhat majd a Rézi. Ott jön már a zsaru, a zsaru, a... Zsarú. Na, ez az. Ide figyelj. Ahogy végigmész a francia úton, ott látod a töltést. Előbb jön a sorompó, aztán le a bőrgyárig, semmi, még csak őrház se. És arra jár? Arra. Lenne a töltés alatt jár a kis úton. Tavaly óta egyedül jár, azelőtt mindig volt vele valaki minden szombaton. És a pénzt? Azt mivel viszi? Bőrságba. Abból fizeti ki a munkásokat. 16 000 koronát. Pont. És hogy hívják? Linzmann. Pénztárnok. Na de ha
Oldalba szorom már nem pénztárnak. Ha a fejre ütök, akkor is már mindjárt nem pénztárnak. Hm. És meg kell neki halni? Nem muszáj. Hát ide adhatja a pénzt halál nélkül is. De tudod, a legtöbbje már inkább meghalni szeret. Mit járkál folyton itt ez a Julis? Csak nem hallott meg valamit, ne? De mit keresel itt? Megmondtam, hogy ne zavarj bennünket. Megyek már. Csak a Jessie-t viszem ki. Ha be lesz ő zárva, elkísérik a Jessie-t is a nagy sárga há. Ma végre kimen. De te, aztán nem kell mindjárt rögtön Amerikába menni. Nem, hát a pénz el lesz ásva 6 hónapig. Ennyi az ideje. 6 hónap múlva aztán ki kell a földből. Aztán addig a 6 hónapig csak úgy élsz, mint eddig. Nem nyúlsz a tőkéhez. Éppen 6 hónap múlva jön a gyerek. Hát akkor a gyereket is visszük. De már munkába állasz 3 hónappal előbb. Ez azért van, hogy mindig mondhast, kuporgatom a pénzt, kivándorlunk Amerikába. Hát tudom. Értem. És én szólítom meg. Hát az egyik megszólítja beszéddel, a másik megszólítja kis késsel. Az attól függ, hogy kinek mihez van kedve. Majd te csak szólíts beszéddel. Mit mondok neki? Mit? Hát azt mondod, jó estét, kérem szépen, hány óra? Aztán? Aztán akkor én már szúrok is. Mindjárt te is előveszed a kést. Te. Picsú. Azt mondod, hogy a Hózlingert szeretik a hintánál? De még hogy? Az asszonyt is láttad? Láttam. Már fésüli is a Hózlingert. Fésüli? Tisztítja. Hát csak tisztítja. Na, erígy, vedd magadhoz a kést. Melyiket? Hát a konyha kést. Kell az egyiknek, kis bicska az van nekem, de ha vitatkozik, akkor a nagy kés is kell. Minek az? De figyelj, a komiszkodik, én olyat vitatkozok a fejére, hogy megkancsalodik tőle. Hát csak kell valami, hát bottal nem vághatod el a nyakát. Én nyakát kell elvágni? Na nem kell, csak ha ő akarja. Meglátja Juli, ha elveszem a kést. Hát vedd el úgy, hogy ne lássa meg. Na, siess! Ja. Sírhat majd a bársony rézi, ha be lesz ő zárva. A nagy sárházba. Itt van. Na megvan, Lilia? Meg. Hova teszed? Ide. Balról. Úgy van, a szív iránt. Én már látom, ez az mi. Ez itt még mind az. Itt már hegyesedik. Itt a szemhevvel nézi. Te, ha éjjel álmomban visszajön a Lincmann úr lelke, mit csinálok? Annak nem jön vissza. Hát aztán meg a másik világon, mikor az Úristen elébe megyünk, annak mit mondok? Mi nem kerülünk elejébe. Miért? Miért? Hát kerültél te már a főkapitány elejébe, mi? Nem. Na látod, ellenőrig megyünk. Legfőjebb a kapitányig, ha megyünk. A másik világon is úgy van? Csak úgy, az is rendőri hivatal. Csak másik kerület. Hivatal? Úrnak, annak mennyország, az ilyen rongyosoknak rendőrség. Pénzes embernek finom muzsika. Nekünk nem muzsika? Nem, fiam. Nekünk igazság. Mert a másik világon csupa igazság van. Ahol pedig igazság van, ott csak köl kapitánynak lenni. Jó estét. Előre. Kérem szépen. Hány óra? Na, minek teszed a melyedre a kezedet? Bobog a szívem a kés alatt. Hát gyógd a másik oldalra. Na, lassan, szépen elindulunk. Ja, korán van. Na, gyere! Hova mész? Azt mondtad, hogy 2 hétig nem beszélsz hozzám. Most minek beszélsz hozzám? Hova mész? Ficsúrral. Hová mész a ficsúrral? Maradj itthon. Nem maradok. Maradj itthon, mert eső lesz és megállok. Nem lesz eső. Honnan tudja azt maga? Nekem mindig szólnak előbb. Maradj itthon. Este jön az esztergályos, és én már megkértem.
adjon neked munkát. Nem tudok én besztergálni. Maradj itthon, jön a Marika vőlegényével a fényképészhöz. Elhozza megmutatni. Láttam én már vőlegényt. Maradj ide haza. Pénzt hozza Marika. Neked adom az egészet. Sétálni, megyünk a ficsúrral, aztán meg visszajövünk. Maradj ide haza. Sört hozok neked, bort hozok neked. Na, győz vagy nem győz? Nem is haragszok rád, mert megütött. Eredj már, hagyd békén elmenni. Mi van a kabátodban? Kártya. Mi van a kabátodban? Eredj az útból! Marika vőlegényétől kérdeztek gyerektelen házaspárt az Aradi utcába a házfelügyelőnek. Szoba, konyha, tyúkot is szabad tartani. Eredj az útból, mert... Nem találom sehol a kést. Maga tette el? Jaj, nem. Az előbb még ott volt az asztalon. Nem járt bent más, csak a Lilium. Az nem vette el. Más nem volt bent. Minek vette volna el? Eladják, megisszák. Véletlenül látja néni. Gyanúsítja pedig. Én éppen most kerestem ki minden zsebit, hogy van-e nála pénz, és csak egy pakli kártya volt nála, más semmi. Kártya van nála, kártya van nála. Most mennek a méltóságos urak a kaszinóba, kártyázni. Kukú, hát eljöttünk. Igen. Hát ez itt a Hugo. Beifelt, ez itt csakorom. Beifelt Hugo. Igen. Hát a Lilium hol van? Igen, kérem, hol van, kedves férje? Elment. Hova ment? Sétálni. Igen. 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 Hát már a Hugo elsejétől nem áll a sarkon, mert állást kap. Elsejétől már nem hordár, hanem kaszinó. Hát nem tudja, kérem a kifejezéseket. A kaszinóba felvettek második komornyiknak. Nagyon jó kis állást kérem, aki megbecsüli magát. Igen. Fizetés, az is nagyon szép, de fő a borravaló, mert én a bakkaránál vagyok, és kártyánál meg lehet keresni, kérem, csak borravalóban minden este 20-30 koronát. Két szobás lakást béreltünk, de ha majd jobban megy... Akkor házat veszünk tétényen. Hát kérem, az ember megbecsüli magát. És hát ugyan tétény, hát az bizony nem a fővárosi élet, de hát ad az Isten gyereket, hát a gyerekeknek sokkal jobb. A kaszinóba bejárhatok onnan is. Szép gyerek a Hugo. Igen. Jó gyerek a Hugo. Igen. Hát nem kívánsz nekünk gratulát? Igen. Hát a Hugot nem csókolod meg? De azt is. Miért sürkentes nagyság? Mert jól élek. Köszönjük a szíves részvétet. Tessék, kérem a géphöz állani, a fiam majd megcsinálja. Szépséges kép lesz, menyegzői. Két egész alak, vőlegény, menyasszony. Így nagyon jó. Julikám, Julikám, mit mondsz hozzá? Igen, fiam. Most kérem, szíveskedjen nyugodtan maradni. Hármat olvasok, és attól kezdve kérem mozdulatlanul. Egy, kettő, három. Hallani. Ha a füledet a sínre teszed, Bécsig hallod, amint megy. Most mindjárt 6 óra. Hova megy? Sehova. Mindig félsz, hogy megugrok. Na, miért ugranál meg, amikor 16 000 korona van nála? Na hát. Szépen várni kell, amíg jön. Aztán szépen megkérdezett tőle. Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra? Ez az. Aztán majd megmondja, hogy hány óra. Te. Hát, ha nem jön. Muszáj neki. Hát minden szombaton fizeti a munkásokat. Éppen ma ne jön. Mit nézel?
Azt nézem, hogy ennek a sínnek sehol sincs vége. A vonatot is mindig nézem. Mikor úgy este ott lenn állok, erre jön, aztán leköp. Aztán megy tovább én meg, itt maradok leköpve. De a szememet azt elhúzza. Úgy utána kell nézni, amíg csak látom. Urak ülnek benne. Újságot olvasnak. Szivároznak. Melre szíják. Gyön. Nem gyön. Van kártyán? Van. Ne szerintem. Aztán van-e pénzed? Ha? 11 krajcán. 21-es lesz. Az. Na, hopp a bank. Disznót kaptál te. Blatt. Blatt. Fucs. Ide a pénzt. Ha? Hát most. Most? Most nincs tovább, nincs több pénzed. Nincs. Hát akkor nincs tovább. Vagy ha akarod. Mit? Becsület szóra. Hozomra? Na ne, ne, hozomra, ne. Hát majd lefogom. Lefogod miből? Hát majd a pénzből, vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt. És az fizeti ki a másik? Az. Jó. Na, hát akkor mennyi a bank? Hát, ha van nála 16 ezer, ebből 8 ezer az enyém, már 8 ezer a bank. Hm? Jó. Aki szerencsésebb, annak több lesz. Hoztok. Na. Hát, 100 korona. Jó? Blatt. Hagyj még egyet. Resto. 21. Dupla vagy semmi. Dupla vagy semmi. Blatt. Blatt. Resto. 21. Itt van. Keverek. Te. Nem. Nem csalsz te. Én, hát úgy nézek én ki. Na, itt a lapod. 1000. Korona. Korona. Blatt. Blatt. Fucs. Kapok 1200-at. 1200, jó. Na, dupla vagy semmi. Blatt. 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 Na, mutasd. 10, 14, 23. Kapok 2400-a. Hát most? Na, ez itt van a piros ász. Duplázhatod. Jó. Még. Resto. Jól megnézd, ám. Jó. Te... 19. Nyert. Te, Ficsú. Még egyszer. Még csak egyszer adj egy ászt. A zöld ászt ad ide. Ficsú, add ide a zöld ászt. Dupla vagy semmi. Na, azt nem lehet. Miért? Mert elveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600, és neked csak 8000 koronád van. Hát akkor, te tudod, ez disznóság. Csak 3200-at telt. Jó, 3200. Blatt. Blatt. Resto. Én is ászra megyek, de ezt most már kigusztálom. Úgy. Gyere, pici, gyere, pici. 21! Na, elég, kész. Hát, most, ha tudod, most mindent, te. Mindent elvesztettem, most megmondom. Te.
te egy utolsó. Te egy utolsó. Hallgass, te. Psst, te. Jön. Jön a Lincmann. Menj, szólíts meg. Na, erígy. Ott leszek melletted. Jó. Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra? Ez a nyelvet! Au! Gyomrom, jaj! Ereszen elé, nem akart! Ereszen! Hagyd magad! Itt vagyok! Ha megmozdulsz, keresztül lőlek! Vigyázz, ennek revolvere van! Hány óra, fia? 5 perc múlva 7:30. Szép két madár, úgy éjek. Neked valamivel kisebb szerencséd van, mint a Rothschildnak. No. Te meg te sunyi képű, ha csak a szemeddel pislogsz, keresztül vagy lőve 2-szer egymás után. Nézheted a csövet, fiam, van benne magva? Ereszen el, én nem csináltam semmit. Hát ez meg mi a kezedben? Ja, úgy tudom már, kés. Te tudod, hogy nekem van a zsebemben egy alma, azt meg akartad hámozni. Most már tudom. Bocsánatot kérek a tévedés. Kérem, én nem csináltam azt semmit. Azt is tudom, fiam. Hát nem tudom, hogy én csak... hány óra. 5 perc múlva 6:30. Hagyja minket, méltóságos urán, nem bántottuk. Először is, fiam, nem vagyok méltóságos úr, másodszor is ezért a pénzért már kegyelmes urat is mondhattál volna, és harmadszor beízelegni most igazán nem fogod magad nálam. De én csak nem csináltam semmit, kérem. Nézd csak hátra egy kicsit, fiam, csak bátran. Nézd hátra, de nehogy próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan? Rendőrök. Hányan vannak azok a rendőrök? 2. És min ülnek a rendőrök? Lovakon. És mi tud jobban szaladni, egy ló vagy egy ember? Egy ló. És mit akar az a lóval? Azt, hogy most már hiába is szaladnátok. Ha. Még én ilyen pettyes két raplógyilkost nem láttam. Becsület számára mondom, ennél nagyobb pettyet nem is lehet elképzelni. Direkt nálam volt a Browning. És ha nincs nálam a Browning, jöhettetek volna 4-en is a Lincmann bácsi ellen. És ha még ez volna az egész, nem is néztétek marhák, hogy honnan jöttem. Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból. Mikor oda mentem, 16.400 korona volt nálam. Most nincs nálam egy vas sem. Álljatok rendesen! Hé, rendőrök! Jöjjenek már! Mert ez itt nagyon mozog. Ne mozgass a kezedet, mert... Pucaj, nem hallják! Is, William! Ez a súlyi képű elszökött, a másik... Te hibás, meg nem mozdulj, mert keresztül lőlek. Megálljunk. Mi történt itt? Egy már meglépett. Na öregem, kérem szépen, hány óra, mi? 10 esztendő, de börtön. Vigyázzon, biztos úr, kés van nála. Én meg megyek a másik után. Én titeket itt hagylak mostan. Julika, kisbogar, Celle, Júlia, mindenes cseléd. Eltűnt a csirkefogó. Mi történt? Összeesett. Megszúrta magát? Meg az alaposan. Én megyek, telefonozok a mentőknek. A Heisler fűszereshez menjen, onnan telefonáljon a gyárba. Ott is van orvos. Te Mihály, kivegyem a melléből a kést. Ne vedd ki te, mert akkor elfolyik a vére. De Mihály, sok itt a szúnyog. Igen. Nincs egy szivarod? Nincs. Hát, ahogy mondom, Mihály, ebben az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk, hogy a régi skála szerint én most már sokkal előbbre tartanék. De hát emelték a fizetést, és így most nekem kevesebb van, mint volt. De hát én hogy magyarázzam meg a miniszternek? Én lódok tovább.
Döglődök, kínlódok, szomorkodok. Ajjaj. Bizony, bizony. Már hozzák. A bőrgyárból kértek meg két munkást. Azok hozzák tagacson. És orvos? A rendőr telefonált a központra. Mindjárt kijön a rendőrorvos. Még talán életben maradt szegény. Nagyon megszúrta magát, de azért még él, mert lélegzik. Jaj. Még beszélni is tud. Csak nagyon csöndesen. Sokáig feküdt úgy eszmélete nélkül. De a tagacson magához jött. Na, ereszék be őket. Szegény Júli, szólni se tud már. Maga a felesége? Én vagyok. A gyári orvos úr bekötözte, és azt parancsolta, hogy ne vigyük a rókusig, mert azt már nem bírja ki. És nyugalom kell neki, és várják meg a rendőrorvost, amíg jön. Békibe kell hagyni. Kérem, az illendőség miatt most menjünk innen ki. Ne zavarjuk. Julikám, mit mondsz hozzá? Julikám, nem kell semmit tőlem. Kint leülünk a padra, Julika. Mostan én, fiam, már csak, hogy éppen meg akarom mondani, mint ahogy a vendéglőm, mikor vége van a vacsorának, aztán, ahogy azt mondja az ember, hogy fizetni, cáln, hogy mi volt. Be lesz mondva az egész? Hát, rád ütöttem. Mert nem azért, mert dühös voltam, hanem mert én nem tudom nézni, hogy sírnak, hogy bőgsz. Aztán, mert én miattam bőgsz. Meg én csak azt tudom, ami a mestersége. És én nem vagyok házmester. Én nem vagyok házmester, és nem megyek vissza fogdosni a lányokat. Én köpök rájuk. Tudod? Na. Meg hogy a Hozlinger. Hát ő is tudja. Hát jöjjön ki a hintásné a Hozlingerrel. Ugyanazokat a vicceket mondja, amiket én találtam ki. És tőle is fölveszik. Hát úgy is jó. És hogy én nem tudtam rád keresni. Se lakás, se ebédé. Én tudom, hogy te azt nem érted, mert én tényleg egy disznó vagyok. De nem vagyok házmester. És gondoltam, lehetne Amerikába. Tudod? Hát, hogy én nem akarok én bocsánatot kérni. Eszem ágába sincs. Ha akarod, csak mondd a gyereknek. Igen. Gyereknek mondd, hogy gazember voltam. Csak mondd. Ha van hozzá pofátok, csak mondjátok. Én megpróbáltam. Gondoltam, lehetne Amerikába. Sehöz is semmi közöd. Nem akarok én bocsánatot kérni. Nem. Most már tőlem jöhet a rendőrség. És ha gyerek fiú lesz, akkor vagy ha
lány lesz, akkor talán én még máma este látom az Istent, hát én majd szólok, Julikám, jó? Csak oda eresztenek hozzá, hogy ne úgy, mint itt Pesten, hogy már len a portásnál megakad az ember. És ha jön az esztergályos, hát csak menj férjez hozzá. Ha van pofád, csak menj hozzá. Mondd csak a gyereknek, hogy ő az apja. Elhiszi. Ha elhiszi. Tudod? Igen. No. Hát aztán. Most. Fogd meg a kezemet. Hiszen mindig fogom. Hát, szorítsd meg jobban. Hát most mondja neked a Lilió. Szerbusz. Mondd, te is szép. Szerbusz. Jó estét. A felesége? Igen, kérem, nagyságos doktor. Gyertyát kérek. Köszönöm. Hát, igen. Igen. Van itt tinta is, toll? Igen, kérem, nagyságos doktor úr. Hát, szegény asszony, a maga ura meghalt. Vegye, kérem, tudomásul. A jó Isten majd megsegíti. Itt hagyom ezt az írást. Ezt át kell adni azoknak, akik jönnek a királyi törvényszéki orvosna intézet. Most mindjárt intézkedem, hogy elszállítsák. Isten megáldja, asszonyom. Kezdj csokkolom. Hát, Julikám, Isten nyugosztalja most már boldogult uradat, de neked, ha sértésnek nem veszed Marikától, neked bizony így jobb. Ugye, Holunder néni? Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb. Fiatal vagy, majd jön valami derék ember. Igazam van? Igaza van neki. Te mondd, Juli, hogy igazam van. Igazad van, Marikám, te nagyon jó vagy. Itt van az a derékember, az az esztergályos. Most már megmondhatom, minden nap üzent valamit. Egyszer ezt, egyszer azt kérdezett magára. És özvegy ember, két gyereke is van. Neki is jobb szegénynek, magának is jobb. Mert ez rossz ember volt. Bizony. Bizony nem volt jó ember, ugye, Hugo? Nem, asszonyság. Itt mondom, hogy nem volt jó ember. Egy asszonyt nem ütnek. Igazam van. Na te mondd, Julikám, hogy igazam van. Igazad van, Marikám. Visszakapta, kérem, a szabadságát? Hány éves? 18. Mi az? Gyerekkor. Igazam van? Igaza van, Hugo. Maga nagyon jó. Ez egy szerencse, nem? Igen. Esztendőre nem is fogsz rá emlékezni, ugye? Igazad van, Marika. Nagyon nagy szerencse ez neked, Júli. Én mondom, hogy nagy szerencse. Ne sírj, Marika. És ha valami kell, hát itt vagyunk. Most elmegyünk, de holnap reggel megint visszajövünk. Gyere, Mari. Isten áldja meg. Isten áldja meg. Csinálok egy kis fekete kávét magának. Aztán majd jöjjön át a házba, a fiam addig itt marad. Jó napot! Nem tetszik rossz néven venni, ha megnézem? Magánál szolgált, Muskátné. Most már megbékélhet velem, asszonság. Nem haragudtam az asszonságra. Mégis, békéljen meg velem. Nem békélek meg. Hát én megbékélek magával, asszonság. Mindenki szidja szegényt. Csak mi ketten nem? Maga sem mondja, hogy rossz volt. De én azt mondom. Megbocsátom magának, asszonság. Engem.
engem is megütött. De nem bánom. Elfelejtettem. Azt megteheti Muskát. Ha valamivel segíthettem... Nem kell. Tartozom neki 2 korona hátralékkal. Adta volna meg neki? Hát csak mert úgy gondoltam, hogy amiért szegény meghalt, hát asszonság azért még hozzája tartozik. Nem tartozok hozzája. Hát jó, kérem, jó. Ne vegye tolakodásnak, csak azért maradtam itt, mert csak mi ketten vagyunk a világon, akik szeretjük. Hát tartsunk egymással. Nem tartok az asszonsággal. Akkor nem szerette úgy, mint én? Nem. Én jobban szerettem. Jobban. Na, Isten áldja meg. Isten áldja meg. Te csak most aludjál, Lilió. Nekik semmi közük hozzá. Ennek sincs semmi köze. A többinek sincs semmi köze hozzá. Még neked sem mondtam meg soha. Csak most mondom. Bevallom. Öreg komisz, szemtelen fiú. Komisz durva, komisz édes drága. Te csak most aludjál, Lilió. Kinek mi köze a szegény cselédhöz? Neked sem mondom. Nem mondom, amit igazán gondolok, mert kinevetsz vele. De most nem hallod Julikádat. Nem volt szép, hogy megütöttél. Melybe vágtál. Fejemet ütötted, arcomat megcsaptad. Itt hagytad Julitat. Csúnyán bántál velem. Nem volt szép. De most már te csak aludjál, Lilió. Öreg komisz, csibész fiú. Én téged nagyon. Mindegy, nem bánom. Úgy szégyen. Úgy szégyellem, de most már megmondtam. Úgy is tudtad. Mégis szégyellem. Jaj, de szégyellem. De csak most aludjál, Lilió. Ki az? Ki van ott? Az esztergályos. Mit akar az esztergályos? Ha valamiben segítségére lehetnék, itt maradjak? Ne maradjon itt, esztergályos. Holnap se jöjjek? Holnap se. Asszonság, nem haragszom meg érte, de érett ember vagyok, 2 gyermekem van. Ne jöjjek hiába. Ha valaha jönnék, hiába jönnék. Hiába jönne, esztergályos. Áldja meg az Isten. Áldja meg az Isten. Ki az megint? Ficsi úr. Csak, mert, ahogy az öreg fényképészné mondta, hogy készen van a kávé. Menjen át. Köszönöm, megyek már. Keljen föl és jöjjön, Lilium. Az égi rendőrség. Hallja, hogy keljen föl. Nem hallotta? Az égi rendőrség. Keljen föl és jöjjön. Na, végre felült. Tessék, kérem. Megyek. Jöjjön. Azt hiszi, ezzel aztán rendben van minden? Megszúrni magát? Megállítani a szívét? Itt hagyni így az asszonyt, meg a testében a gyereket? Jöjjön magának, erről el kell számolni. Nincs annak olyan könnyen vége. Tudják a nevét, most is emlékeznek az arcára. Tudják, mikor mit mondott, mit hova tett, milyen volt a nézés, a hangja, a kezefogása, hogy kopogott a lépése. Amíg van, aki emlékszik az emberre, addig sok elintézni való van ám még. Drága fiam, te nem tudtad. Az ember csak akkor hal meg, amikor elfelejti. Előre.
Itt vagyunk, fiam, a más világon. Vannak már itt kollégái. Látja azt az úri ruhást, meg azt a kopottast? Hé! Ki van itt ma szolgálatban? Maga az öreg. Értesítse a fogalmazó urat. A fogalmazó úr mindjárt itt lesz. Ezek ketten már régóta várják. Tessék csak leülni. Szóval itt vagyunk. Itt, fiam. Ez az a rendőrség? Ez az, fiam. Aztán szabad kérdeznem, mit csinálok én itt? Elszámolsz, fiam. Ülj le a lócára a másik kettő mellé. Szintén öngyilkos? Szintén. Én részemről nyomasztó adósságok miatt. És ön? Késsel. Revolver jobb. Én nekem pénzem lett volna a revolverre. Csönd! A fogalmazó úr! Felállni! Üljenek le! Fogalmazó úrnak alással jelentem, ezek itt a tegnapiak. A számok már be vannak írva a könyvbe. 16.472-es szám. 16.472. Álljon fel. Neve? Dr. Reich. Kora? 42 éves. Az öngyilkosság neme? Revolver. Browning Clement? Nem. Biblis Scott. Cselekedett valami jót a földi életben? Én kérem, ügyvéd voltam. Akkor hagyjuk ezt most, kérem. Hát én mindenek előtt megkérdezem, akar-e mielőtt a nap fel kell visszamenni a földre? Értésére adom, hogy ehhez joga van. Értette? Igen. Aki természetesen halt meg, az elvégezte. De aki maga vetett véget az életének, az a sietségben, az izgatottságában el szokott felejteni valamit. Van valaki-e, akinek mondani akar valamit? Van, amit el akar intézni? Az adósságaim... Azok itt nem számítanak, itt másról van szó. Itt az ő lelkéről van szó. Hát, akkor kérem, akkor hát az, hogy mikor éjjel elszöktem hazúrról, a kis Oszkár fiam még aludt. Nem mertem felkölteni, hogy elbúcsúzzam tőle. Szerettem volna megcsókolni, de nem mertem. Féltem, hogy fölébred. Dr. Reich, visszamegy, és Oszkár fiát megcsókolja. Mehet. Igen. Ebből az úrral megyek? Igen. Nagyon köszönöm. Na, gyerünk! 16.473. 16.473. Állj fel! Dr. Reichnak azt mondta, álljon fel. Miért vagyok én csak állj fel? Neve? Lilian. Ez a csúf neve. Igen. Mi az igazi neve? Endre. A vezeték neve? Závodszky. Már az anyám után. Mi jó cselekedett a földi életében? Miért ölte meg magát? Vegy el tőle a kést. Igen. Ha visszamegy a földre, visszakapja a tárgyait. Visszamegyek a földre? Akkor felelje, ha kérdezem. Kérem, én nem feleltem, én kérdeztem. Itt nincs kérdezés. Itt már csak felelet van, Závodszky Endre. Mindenek előtt megkérdezem, akar-e most elintézni valamit? Visszamenni, ha valamit? Ugyan eszem ágában sincs. Ha eljöttem, hát eljöttem. Minek menjek vissza? Nem él a jogával. Tisztában van azzal, hogy Len hagyta a feleségét támasz és kenyér nélkül? Tisztában vagyok. Megbánta ezt? Nem. Tudja, hogy a felesége várandós, és 6 hónap múlva gyermeket fog szülni? Tudom. Az is támasz és kenyér nélkül marad. Ez se bánja? Eljöttem, hát eljöttem. Itt nem kell makacskodni, mert én keresztül látok magám, mint egy darab üveget. Akkor meg miért kérdezek, miért nem hagynak pihenni? Itten tisztulni kell, és javulni kell. Az emléket, amit Len hagyott, szépé kell tenni. Itt hiába makacskodik, mert itt már végtelen a türelem. Mi ráérünk. Egyet kérdezni. Tessék már mondani, nagyságos uram, a kisgyerek, hogy az fiú lesz? Vagy lány? Meg fogja látni. Látni fogom a kisgyereket? Akkor már nagy gyerek lesz. De tartsunk szépen rendben. Látni fogom a gyereket? Ismétlem a kérdést.
megbánta, hogy hűtlenül elhagyta őket, hogy rossz férj és rossz apa volt. Én rossz férj voltam? Az. És rossz apa? Az. Mert miért? Mert én nem tudtam dolgozni, és nem tudtam nézni, hogy a Juli mindig... Mit szégyeli kimondani? Mindig sírt. Mit fél ettől a szótól? Miért szégyeli, hogy szereti? Nem. Nem szégyellem. Megütötted a szegény kis cselédet. Szegény árva kis cselédet ütötted, mert szeretett téged. Miért ütötted? Mert úgy összegyűjtünk. Ő is mondott valamit, aztán én is mondtam, és neki igaza volt. És én nem tudtam rá mit felelni. És akkor úgy fölment nekem itt a torkomba, hogy megütöttem. Megbántad? Mikor arra a kis vékony nyakára ráütöttem, akkor tetszik tudni, hát, úgy ahogy mondunk... Megbántad? Nem is bántam meg. Te rajtad nehéz segíteni. De legalább nem is köl. Az Aradi utcába házmesteri állást kínáltak. Hol van ez? Az iktatókönyvben, nagyságos úr. Hmm. Egy szóval konyha, negyed pénzek, tyukot is szabad volt tartani. Miért nem fogadtad el? Mert én nem vagyok házmester. A házmester ahhoz házmesternek kell lenni. Ha azt mondanám, Lilium, menj vissza az ágyadba, reggelre meggyógyultan ébredsz fel benne. Elmennél házmesternek? Nem. Miért nem? Mert azért haltam meg. Nem igaz, fiam. Te azért haltál meg, mert szeretted a kis cselédet és a gyerekedet. Nem. Nézz a szemem. Nem. Lilium, te 16 esztendeig fogsz égni, amíg meg nem nő a gyermeked. Addigra belőled is kiég a büszkeség és a dac. És amikor 16 éves lesz a lányod... A lányom? A lányod. Mikor 16 éves lesz a lányod, te is lemégy a földre egy napra. És megmondják, mit kell csinálni? Azt már nem. Hát... Azt neked kell kitalálnod. Azért tisztulsz itt 16 évig. És ha valami nagyon szépet, nagyon gyönyörűt csinálsz a gyermekeddel, akkor... Akkor? Most pedig el fognak téged vinni innen. Most én elbúcsúzom tőled, és 16 esztendő telik el, amíg újra látlak. De én elém már csak akkor kerülsz, ha a földről visszajöttél, hát vigyázz magadra. Valami nagyon szépet gondolj ki, mert ettől függ, hogy melyik ajtót nyitom ki előtted. Most elmehetsz. Erre, fiam. Kérem szépen. Biztos úr, kérem. Mit akarsz? De nem haragszik meg. Mit akar? Egy cigarettát. Nesze, te haszontam. Hú, de jó dohány. Hát nem maradtok itt ebédre, Marika? Nem lehet, Julika. Amióta Hugo megvette a központi kávéházat, azóta Hugónak mindig ott kell lenni a központi kávéházban.
És te is ott ülsz egész nap. Igen, ott ülök a kassa mellett, fiam, és olvasom a lapokat, megvigyázok a pincérekre. És a gyerekek? Hát, fiam, modern házas életben csak természetes, hogy szülők alig látják a gyermekeket. A három lányok ott van a kisasszony, a két fiúnak meg a nevelő. Mari néni, maradjanak itt ebédre. Nem lehet, kislányom, majd máskor. Na, jöjjön, Hugo. Mióta magázod a Hugót? Én ezt jobban szeretem, nagyságos asszonyom. Amíg tegeződtünk, könnyebben jött a veszekedés. Amióta magázoldunk, úgy élünk, mint az udvari tanácsosok. Csókolom a kezét. Isten megáldja, Hugo. Pá, édesem, pá, kicsiké. Kezi csókolom. Na, Lújza, hozd az ebédet. Mint az udvari tanácsosok. Furcsa. Anyám, igaz, hogy nem dolgozunk többet a Juta gyárban? Igaz, fiam. És hol fogunk dolgozni? Hugo bácsi beszerzett minket, fiam, egy nagy-nagy berendezési vállalathoz, ahol semmi más nem csinálnak, csak csupa kávéházat. Az ő kávéházát is onnan rendezték be. Függönyöket fogunk csinálni. Tudod, olyan nagy ablakra valót, hímzettet, applikációval. Jobb lesz, mint a Juta gyárban. Hát nem olyan piszkos munka, és jobban is fizetik. Nagy szerencse az ilyen szegény özvegyasszonyra, mint a te anyád. No, itthon van Liliom. Megérkezett. Hát, ez az. Fogalmazó. Itt. Ez volna. Ott ebédel a felesége, meg a lánya. No, menjen, fiam. Mink addig sétálgatunk. Adjon Isten jó napot. Jó napot! Már megint valami koldus van a kerítésnél. Mit akar, szegény ember? Semmi. Pénzünk nekünk sincs, szegény ember, de egy tányér levest azt kaphat. Lújza, menj be a levesért. Messziről jött? Messziről. Fáradt? Nagyon fáradt vagyok. Hát ott van a kis kertajtónál egy kő. Üljön le rá. Már hozza a lányom a levest. Itt a leves, jó ember. Egyed. Ez a lánya, asszonyság? Ez bizony. Maga a lánya? Igen, kérem. Szép, egészséges lány. Milyen finom keze van. Anyám! Mi az, fiam? Meg akarta fogni a kezemet. Ugyan ne szamárkodjál. Miért akarta volna megfogni? Ülj le és egyél. A gyárban dolgozik, asszonyság? Ott. A lánya is? Az is. Hát, a kedves férje? Nekem nincs férjem, özvegyasszony vagyok. És kedves férje, boldogult férje, régen halt meg. Nem tetszett nekem felelni. Bátorkodtam kérdezni, hogy tisztelt férje régen halt-e már meg? Régen. Miben halt meg? Nem tudják, miben halt meg. Elutazott Amerikába dolgozni, és ott a kórházban meghalt szegény. Én nem is ismertem. Amerikába utazott? Igen. Még mielőtt én születtem. Amerikába utazott? Hát hallja, hogy oda. Minek kérdezi annyit? Tán csak nem ismerte. Tudja Isten. Én annyi sok embert ismerek. Lehet, hogy őtet is ismertem. Hát, ha ismerte, hagyjon minket békén szegénnyel. Elég az hozzá, hogy elment Amerikába, és ott halt meg. Jó van, kérem. Hát azért ne tessék, ám haragudni, nem akartam én megbántani az asszonyságot. Az én apám nagyon szép ember volt. Ne beszélj annyit. Hát csak ezt mond. Ez csak szabad mondani szegény árvának az apjáról. Jól van, jól van. Az én apámnak volt három fehér csontgolyója, és azzal úgy tudott dobálni, hogy a színházba is fel akarták venni. Ki mondta ezt neked? A Hugo bácsi. Micsoda Hugo bácsi? A központi kávés, a Pejfeld Hugo. Aki hordár volt. Maga mindenkit ismer.
A Beifeld húgó még nem mindenki. Sok embert ismerek. Miért éppen a Beifeld húgót ne ismerné? Az barátja volt az apámnak. Nem volt barátja. Tisztelt férjéről szigorúan tetszik ám beszélni. Ennyi, de sok baja van velem. Tisztelt férjemről úgy beszélek, ahogy nekem tetszik. Senkinek semmi köze hozzá. Ez már igazán csak az én dolgom. A maga dolga. Anyám, ez az ember talán ismerte az apámat. Kérdezd meg tőle. Ismerte az apámat? Igen. Ismerte. Ismerte az Ávockit? A Lilia? Hogyne. Igaz, hogy olyan szép ember volt? Nem is volt olyan szép. De jó ember lehetett. Nem is volt olyan jó. Ahogy én tudom, ahogy mondunk, egy csibész volt. Vicceket csinált a ligetben. Vicceket csinált? Vicceket csinált, meg dalokat énekelt a Ringispielen. Dalokat énekelt a Ringispielen? De verekedő, szemtelen ember volt, édes lányom. Mindenkit megütött. Bizony még a maga kis édes mamáját is megverte. Nem igaz. De igaz. Nem szégyeli magát itt hazudozni a gyerek előtt az apjáról? A mi levesünket, a mi kenyerünket eszi, és a mi emberünket szidja. Menjen odébb, szemtelen hazudó. Kérem, én... Nem hagyom, hogy félrevezesse a gyereket. Vedd el tőle, fiam, a tányért, és menjen az utcára. Ha nem volna szegény, rongyos, koldus, majd megmutatnám neki, hogy merre menjen. Hát nem ütötte? Nem, soha. Mindig jó volt hozzá. Mondja, igazán vicceket csinált? De még milyen szép vicceket. Ne beszélj vele, menjen Isten hírével. Hát, menjen Isten hírével. Kisasszony, én nekem van a zsebemben egy pakli kártya. Én olyan gyönyörű kunsztokat tudok vele, hogy nagyon fog nevetni, ha meglátja. Hadd jövök be, kedves kisasszony, megmutatom a kunsztokat. Hagyjon nekünk békét. Menjen Isten hírével. Kisasszony, ne tessék engem elkergetni. Hadd jövök be egy percre. Csak egy kis percre. Csak éppen, amíg valami szépet mutatok. Kisasszony, én hoztam ám magának valamit. Jaj, mi ez? Csillag. Valódi. Úgy loptam le a mennyboltról. Ne fogadj el tőle semmit. Biztosan lopta valahol. Menjen Isten hírével. Menjen innen. Takarodj én. Kisasszony. Édes kisasszony, én nekem valami nagyon szépet kell mutatni, vagy csinálni most. Most kell valami nagyon szépet. Ott az ajtó. Kisasszony. Mas? Kisasszony. Anyám, mi történt itt? Ez az ember. Én mutattam neki az ajtót, és ő ráütött a kezemre, hogy úgy csak úgy csattant. És anyám, én nem is éreztem az ütést. Pedig nagyon csattant. És én, mintha megcsókolta volna valaki a kezemet. Anyám. Erid, lányom, most rögtön menj be a házba. Most rögtön menj be a házba. Anyám, olyan forró és puha volt a keze, mint a mesztelen szívét tette volna a kezemre. Maga megütötte a gyerekemet. Megütöttem. Maga azért jött, hogy megüsse a gyerekemet? Nem azért jöttem. Mégis megütöttem. És most már megyek is el. Édes jó Istenem, kicsoda maga? Én? Egy szegény koldus vagyok. Aki messziről jöttem, éhes voltam, fáradt voltam. Kaptam egy tányér levest és egy karaj kenyeret, és megütöttem a maga gyerekének a kezét. Haragszik rám. Édes jó Istenem, hogy van az, hogy én nem is haragszom rá.
Géza? Elment? El. Ülj le, édesfiam, és együnk tovább. Mi történt itt most velünk, anyám? Semmi, fiam. Drága jó anyám, miért nem mondod? Mit mondjak, fiam? Semmi se történt. Az történt, hogy minket szépen, csöndesen ettünk, ebédeltünk. Aztán jött egy kórdus, és mesélt a régi időkről, és nekem eszembe jutott a te apád. Az apám? Az apád. A Lilió. De hát, anyám, veled már megtörtént az, hogy valaki rád ütött, és te nem érezted? Igen, fiam. Már az velem megtörtént. Hát lehet az, hogy ilyen nagyot, ilyen erősen nagyot ütnek az emberre, és aztán az nem fáj? Igen, fiam. Az lehet. Megütik az embert, és nem fáj.